Na, sziasztok! Blacksoft vagyok, és ez pedig az Euro Truck Simulator 2-es. Na nézzük csak akkor ezt a játékot, ezt most szereztem meg. Igazából most így kíváncsi lennék, hogy néhány szimulátor játék mégis milyen. Olyan szarja, mint ahogy mindenki azt mondja, vagy játszható. Na nézzük, itt karaktert kell választani. Elég sok van. Legyünk valakivel. Na, legyünk vele. Ilyen maffiás csávok. Zárdbasz mindenkit. Nézzük a kamionunkat. Legyen ez céglogó, mondjuk ez, ilyen európai cucc, cégnév, hát cégünknek a neve az lesz, hogy YouTube. Nézzük, milyen nyelvválasztási lehetőség van. Hoppá, itt a magyar. Nézzétek csak, van benne magyar nyelv, ez már valami. Játékmodul Európa, jó létrehozás. Na, nézzük billentyűzet. Egyszerű automata, háva, fasz tudja, nem tudok én kamiont vezetni, geci, jó ez így, oké. Na, hol kezdjük? Németország az itt, Szlovákia, lehagyták Magyarországot. Na hát akkor nézzük csak, honnan induljunk el. Angliában nem akarok, mert ott biztos a bal oldalon kell vezetni, úgyhogy ők basszák meg. Hát akkor kezdjük Párizsba. Na, játsszuk akkor végig ezt az oktató cuccot is. Betöltés. Igen, egész életemben erre vágytam kamiont vezetni. Jó van, jó van. Nem érdekel, menjünk már. Hoppá, itt a kamionom. Ó, mi ez a lag? Mi ez a lag? Így kijövök a... Hé, ez tök fasza. Figyelj, itt a fejem, meg minden, és így nézek arra, aztán egy kihajolok az ablakon, azt hátra tudok nézni. Ez így eddig tetszik. Nézzük, beállítások. Grafika. Haladó. Eléggé híresek ezek a különböző ilyen szimulátor játékok arról, hogy bugos a grafikájuk és magas beállításon nem létezik gép, ami elvinné, úgyhogy kicsit itt lejjebb veszünk akkor mindjárt néhány dolgot. Tükör engem nem érdekel, de az úgy jó. Még valamit lehet lejjebb kéne venni. Élsimítás nem kell, az baszhasson nagyon. Jó van. Jó lesz így. Oké. Nézzük, mennyit javult. Hát gyerekek, ez semmit nem változtatott a dolgon, úgyhogy ilyen laggolós lesz, leszarom. Úgyhogy nem ez lesz a kedvenc játékom, úgyhogy ez most így jó. Indítsa be a motort. Na, be is indult. Nézzük, vasdal. Megyünk. Óha. Kemény ez a kamionos meló. Ez itt van. Ez ilyen.
Itt nem is laggol annyira. Ez felülről. 4-es, 5-ös, 6-os, 7-es, 8-as. Jó, hát gyerünk vissza ide. Útinfo F1. Ez lenne a térképünk. Jó, ezt nem fogom elolvasni. Szóval erre kimegyek, ott arra, azt akkor úgy oda. Aha, itt ezeket így lehet. Jó, akkor most mi van? Akkor F1. Na, így. Na, fordulunk és adunk neki gázt. Megindulunk. Ojoj, ez nagyon fordul, nagyon fordul. A féket kiengedjük. Hopp. Adunk neki egy kis gázt. Jó van, ne ennyire, bazd meg. Egyébként a grafika egész szép. Ahhoz képest ugye ez egy szimulátor játék. Tehát láttam már ennél sokkal, de sokkal rosszabbat is. Jó. Nézzük, jön-e valami. Nekem úgy tűnik, hogy nem, úgyhogy gyerünk. Indexet nem tudom, kell-e használni, vagy lehet-e, vagy mi a fasz van. Ó, itten másik sávba kellett volna menni, bassza meg. Jó van, mindegy, nem baj. Fordul. Jó van, profi kamionsofőr veszek én. Ó, meg dudálni is lehet. Na nézzük, nem is volt messze a célállomás. Ilyen hajódokhoz kell menni. Itt be kell fordulni. Jól látom. Na, hoppá, gyerünk, fordulj. Nem megyünk neki. Jó, király, oda kell beállni. Na, hát gyerünk. Na, most mi van? Aha, enter, ennyi volt. Ezért kaptam 364 eurót. Hát gyerekek, én kamionsofőr leszek, esküszöm. Fogom, kibaszom az egész gépemet az ablakon, azt veszek egy kamiont. Na, itt a cégem. Jó, ezt már elmondtad, nincsen kamionom, blablabla. Nézzük, munka. Gyors fuvar. Párizs valami cucc. Ennyi az egyenlegem. Húha, ez hosszúnak tűnik. De elég egyenes az út, annyit nem akarok kanyarogni. Na, vállaljuk el. Nézzük akkor, ez milyen. Aha, itt vagyok. Ilyen kamionom van. Na, motor beindít. Most látom, ki van dolgozva ez, hát látszik a izé, kilométer óra meg minden. Hoppá, fordulatszámláló is működik. Most én hogy állok? Arra kell kimenni? Vagy arra. Szerintem balra, úgyhogy induljunk akkor meg. Ez az. Szervó azért hiányzik. Ajaj, neki nem menjünk annak a rohadt falnak. Ó, forduljál, neki nem menjél, vagy neki mentem. Nem tudom, hogy átbugzódok a textúrán. Vagy nem. Már egész jónak tűnik a játék. Jó, van, gyerünk. Indexet megint nem használok, mert nem tudom, hogy van-e.
Na, zöld van, gyerünk, induljunk. Na, menjél már. Ó, hogy basszalak nyakon. És a faszom, ez nem GTA, hogy most itten izé kikerülök mindenkit. Közben már a lámpa pirosra váltott, arra sem árt figyelni. Várjuk meg szépen, amíg zöld lesz. Ez igen, ez egyébként egy egész jónak tűnő szimulátorjáték. Még akkor is, ha most itt szerintem valami bebugult ide ez a kamion, úgyhogy kerülünk így egyet. Közben nekem érkezett egy új üzenetem, úgyhogy amit nem szabadna, így vezetés közben, itt egy kicsit így baszkódunk. Azt mondta, jött új üzenet. Új kamionok eladók. Nem érdekel, azt mondtad, hogy nincsen pénzem. Na, akkor gyerünk tovább. Ja, izé, GPS. Jó, fordulunk. Jó. Ez hosszúnak tűnik, úgyhogy bemegyek belső sávba. 70-nel szabad menni. Jó, hát még pont benne vagyok. Tempomat nincsen benne. Az is megkönnyíteni itt a dolgot. Nagyon vicces, 70-nel megyek folyamat. Ujjjjj, fék, megállunk. És piros van, és itt le kellett volna mennem a jobb szélső sávba, hogy itt le tudjak fordulni. Úgyhogy majd itt valamit mindjárt kiügyeskedünk. Megoldjuk szépen. Álljatok meg! Most éljevek! Nyugi van, nincs probléma. Így akartam. Forduljál, mi a geci? Na, gyerünk hátra. Ja, hogy ott volt egy autó. Nem is láttam. Na, fordulj. Azért bele kellett bejönnie, nem lehet csak úgy kamiont vezetni. Nem tudom, mit szállítok, iPodokat, fasz tudja, nehogy összetörjenek itten. Na, elhagytuk Kecskemétet. Haladunk. Itt már nincs is elválasztva a sáv. Akkor középen megyek. Közben itt nézzük a GPS-t. Meg hogy mennyivel megyek. Nem volt tábla, ugye? Én nem láttam, úgyhogy annyival megyünk, amennyivel tetszik. Ojjjjj. Igen, ezért nem akartam egyébként Angliába vezetni, mert ott egy kicsit bajba lennék, ha valaki jön szembe. Ennyi a max sebesség. Tán nem jön semmi, ha megjön, akkor jó rá basszik, én kamionnal vagyok. Na, egyébként nekem tetszik a játék. Nem fogok vele játszani, az tény, de lehet, hogy még lesz egy-két videó, mert egész jó néz ki. Szóval nekem tetszik, egész könnyű is vezetni, realisztikus a fizika, úgyhogy szerintem egy-két videót megér a játék.
rádió nincsen, ezért bekapcsolunk valami Juventust, azt hallgassuk így, közben megyünk, mit tudom én, Pécs fele. Na mi van? Ó, hogy nem basznál meg a vonat. Közben itt mindjárt jön valaki ízével a Railworks-nek a Train Simulator 2012-vel. Az is egy jó szimulátor, csak minimális grafikán megeszi a gépet. De úgy, hogy 100%-on van a videokártya hűtő, és 80 fokos a GPU. Szóval az egy szar. És nehéz irányítani is. De lehet majd arról is lesz még videó. Na, kerüljünk, kerüljünk! Hoppá, kerülünk kamionnal! Kanyarba azért már nem szabad. Vagyis nem lenne szabad. De én most itt kerülök így. Ebbe ül valaki? Ül hát. Milyen szép az út, ez azért látszik, hogy ez nem, ezek itt nem magyar utak. Most lett volna ott a mapon Magyarország, hülye vagy, ez ilyen kátyuk lennének. De mindegy, azért maradjunk abba, hogy mi most Pécs felé megyünk, Kecskemétről. Na, kikerüljük azt, vagy meghalunk. Hát meghalunk, úgyhogy nem kerülök ki senkit. Nézd, de van benzinkút. Lehet, hogy fogy a benzinem is? A fasz tudja. Most félig van a tank, azért majd megnézzük, hogy mire odaérek, akkor mi lesz. Na még csak 90-nel megy ez a szenny kamion. A kamion azért megy többel is. Folyamatosan nyomom a W-t, de hát ennyivel megy maximum. Oh-ho. Még néztem ilyen üzéket. Városi buszvezető szimulátort. Majd szerintem egy olyat is beszerzek, és akkor majd utasokat is fogok már szállítani. Térképen, mint hogyha egy kicsit rövidebb lett volna ez az útvonal. Mondjuk hát jó, azért Kecskemét meg Pécs között van egy kis távolság, de... De azért játékban nem kéne, hogy ennyi legyen. No. Ho-ho, ho-ho. Lassítsunk. Én egyenesen megyek, akkor erre. Hol megy ez izé? Mindjárt átmegy a másik sávba. Kívülről milyen a dolog? Ó, egész jó. Ja, nézzék én, amit így húzogatok, azt ilyen kürtje van neki. Ó, hülye vagy, az az álmom azt csinálni kamionba, egész végig az úton azt húzogatnám. Na, halálkanyar.
UFO-k, Dick. Nem tudom, hogy van-e este ebben a szimulátorban, mert az tök vicces lenne, ilyen esti izét videót mondjuk csinálnék. Este kell kamiont vezetni, azt ilyen izé csinálnak ilyen volánnal elalvós cuccot. Oj, vigyázz, hoppá! 400 eurós baleset. Szóval még azt is méri. Na, Pécs felé, jobbra. Oké. Okay. Csinálhatnék ilyen izé volánnál elalvós cuccot, meg mit tudom én, részek kamionsofőr M3-ason tömegbaleset. Úgyhogy lehet, hogy lesznek ebből érdekes dolgok még. De egyelőre jussunk el Pécsre. Pécsbe. Ja, Pécsbe. És adjuk le az iPodokat, amiket itt szállítok. Na, lassítunk. Oj, hát ezt most hogy képzelték, hogy ide én jöjjek be? A végül is sikerült valamennyire. Ó, Dick, ez itt már autópálya. Á, 25-ös. Jó messze van Pécs, nem mondom, Kecskeméttől. Na mi van erre? Nem jön senki, csak visszafele. Hoppá. Bele ne menjünk a leállósába. No. Azért az már nem szabad. A 200 méterre van egy lehajtó. Nem gyűn senki, úgyhogy fordulunk. Autópálya vége, 50-nel szabad menni. Már annyival megyünk, nem? Nem. Még annyival nem. Na, itt vagyunk Pécsen. Hopp, itt balra. Ó, de furfangos egy kereszteződés. Azért kamionnal ilyet nem szeretnék látni. Mit kell fordulni? Nem, még arrébb. Sávot váltunk. Vigyázzál, tesó, jövök. Tikoszt arra le van zárva az út, ha mi ez? Na, sikeresen elérkeztünk Pécsre. Volt egy 400 eurós baleset, de hát most megesik, nem? De. Hát akkor... álljál meg! Jó van. Na, sikerült! 3 óra alatt mentünk el, és 3753 eurót kerestem. Azért az nem semmi. Mi ez? Elosztható pontok. Nagy távolság, de ez nem tudom mire jó. Legyen egy ilyen. Van még? Nincs. Ennyi volt. Na most már lehet, hogy majd izét is már ilyen robbanóanyagot fogok szállítani. Na most nem veszek kamiont. Nem tudom, majd ráér. Lesz még videó.
hogyha ez most ennyi, remélem tetszett mindenkinek, jó kamionsofőr leszek. Na, sziasztok!